Felfedező a gazdaságról. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a szerkesztő műsorvezető Szent Gáli Edit. Mai adásunkban először arról, hogy számos, tipikusan a rendszerváltás után alakult családi cégnél, ahol a vezető életkora közelíti a 65 évet és már visszavonulna, az utódlás nem megoldott. A gyerekek nem tudják vagy nem akarják továbbvinni a céget. Mi áll a jelenség hátterében és mit lehet tenni? Ez első témánk. Majd arról, hogy Magyarország 15 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. A kapott támogatások révén vállalkozások, fiatal gazdák, önkormányzatok valósíthatták meg terveiket, és jöhettek létre fontos fejlesztések. Illusztráljuk, összegezzük és elemezzük az elmúlt másfél évtized uniós támogatásainak hatását. Egyre nagyobb figyelmet kap az a jelenség, hogy a családi vállalkozásoknál gondot jelent az utódlás, mert a fiúk nem tudják vagy nem szeretnék továbbvinni apáik cégét. Ilyenkor szóba kerülhet a cég eladása, de ez sem olyan egyszerű. A Magyar Fejlesztési Bank generációváltási tőkeprogrammal segíteni a felvásárlókat, míg a Családi Vállalkozások Egyesülete normatív alapú pályázati lehetőséget kérne ahhoz, hogy az eladás előtt cégeik valódi értékét megállapíthassák. A családi vállalkozások lehetnek kisebb, közepes és makrocégek is. Közös jellemzőjük, hogy a cég a család tulajdonában van, a családtagok közül pedig többen is a cégben dolgoznak. Novákné Gergely Vera, a Mediline cégcsoport vezetője a G7 egy korábbi műsorában így beszélt erről. Tipikus magyar családi vállalkozás vagyunk, ahol én magam, a férjem és a három gyerek közül kettő dolgozik a családi vállalkozásba. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb oldala az, hogy úgymond nem játszva tanulják meg az utódok, hogy hogyan érdemes vezetni egy vállalkozást, mi a jó oldala, mi a rossz oldala. Egy családi vállalkozás, ha jó családi vállalkozás, nagyon jól összekovácsolja a családot. Nálunk nagyon szerencsésnek mondhatjuk a helyzet, mert két gyerek veszi át a vállalkozást. Ez nagyon megnyugtató számomra, mert más az erőssége mindkét gyermeknek. Nagyon biztos kezekben látom a továbbiakban a vállalkozást. Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés. Az utódlás a családi cégek többségénél nem megoldott. A jelenségre a Magyar Fejlesztési Bank is felfigyelt, és egy olyan cégfelvásárlási programot dolgozott ki, amelyben a bankfejlesztési cégei támogatják a leendő vevőket. Persze nem ingyen. Kis Gergely Kornél, a High Ventures ZRT vezérigazgatója vázolja a helyzetet, és beszél az úgynevezett generációváltási tőkeprogramról is. Magyarországon a KKV és mikrovállalkozások felének a tulajdonosai elmúltak 65 évesek, és visszavonulóban vannak éppen ezért. Ugyanakkor az esetek többségében nem tudják átadni a cégvezetést a saját gyermekeikre, így hát nincsen más választásuk, mint hogy a cégüket értékesítsék. Ugyanakkor gyenge a cégfelvásárlási kereslet Magyarországon, és ezek a értékesítések ezek lassan haladnak. Abban az esetben, hogyha nem megoldott a utódlás, akkor ezek a cégek jellemzően tönkre mennek. Emiatt éreztük úgy, hogy elindítjuk ezt a tőkeprogramot az MRP vezetésével. Vagyis akkor önök azoknak próbálnak megsegíteni, akik megvennék ezeket a családi vállalkozásokat, akik felvásárolnák őket? Igen, és ezzel közvetetten a családi vállalkozásokon segítenénk, hiszen a cég nem marad, és akár még a hatékonyságban is javulás történhet, hiszen azt látjuk, hogy egy tapasztalt, motivált új tulajdonosi kör, akár 50%-a is tudja növelni néhány éven belül egy ilyen KKV-nek a termelékenységét. Önök hitelt adnak annak, aki esetleg jelentkezne, hogy ő kiszemelt már egy családi vállalkozást, és hogy megvásárolja ezt a céget? Feltételezem, hogy nem ingyen van ez a pénz, ugye? Nem. Mi közösen az új tulajdonosokkal vásároljuk meg ezt a céget. Azt fontos hangsúlyozni, hogy kisebbségi tulajdonrészt szerzünk minden esetben, ugyanakkor az új tulajdonosoknak kivásárlási lehetősége van, minket a későbbiekben a cég jövedelméből ki tudnak vásárolni. Ezek után nézzük meg a kérdést az érintett vállalkozások szemszögéből. Rudas László, a Családi Vállalkozások Országos Szövetségének elnöke az utódlás kapcsán azt mondja, nem arról van szó, hogy a fiúk nem szeretnék továbbvinni apáik cégét.
A kérdés ennél sokkal összetettebb. Nem arról van szó, hogy nem szeretnék tovább vinni. Az egyik dolog, hogy mi egy olyan világban éltünk, amikor 30 évvel ezelőtt lehetőség nyílt arra, hogy valamit megvalósítsunk, és nálunk ez egy ilyen bizonyítási kényszer volt, ami egy olyan életmóddal párosult, egy ringlispil életmóddal, ami nem biztos, hogy vonzó az utódaimnak. Ugye ez a rendszerváltáshoz köthető zömében, hiszen akkor adódott a lehetőség, hogy a családi vállalkozások újra elkezdhetnek dolgozni. Abszolút így van, éppen ezért az a probléma, a generációváltás egy bumszerűen jelentkező folyamat. Az a korosztály, aki akkor 30 körüli volt, az volt képes arra, hogy csináljon családi céget. Ezek ma mind a 60 fölöttiek már, tehát ideje utódról gondoskodni, és ezek egyszerre kell, hogy átadják a stafétabotot, ami borzasztó nagy problémát jelent, mert egy tömegben jelentkezik ez a folyamat. Az igazi probléma az, hogy a családi vállalkozások fejlődési szakaszaiban nem tartunk még ott, hogy a vállalat birtoklása és a vállalat menedzsmentje szétváljon. Ugye mi mindig úgy képzeljük el, hogy mi magunk alapítottuk a céget, mi is menedzseljük, mi is vezetjük. Egészen más dolog megtanulni egy vállalatot tulajdonolni, és tulajdonosként vezetni, hosszú távú generáción átívelő elképzeléseket, koncepciókat kialakítani, és ennek megfelelően tulajdonosként irányítani egy céget, vagy a napi feladatok ellátásával beülni egy darálóba, és a napi menedzsmentet ellátni. Tehát ön arra gondol, hogy most mind a kettőt ellátja a családi vállalkozás feje? Ül a napi darálóban is, miközben tulajdonos is? Abszolút így ez van. Baj? Ez miért baj? Ez egyáltalán nem baj, csak a fejlődés, a növekedés egy bizonyos szintjén ezzel már túl kéne lépni. És a gyerekeink szeretnének már túllépni, és mi nem mindig engedjük, vagy nem mindig látjuk be, hogy ez a folyamat már itt kell, hogy tartson. És a lehetőségeink sem tartanak még itt. Ma egy átlagos x évtizedes családi cég nem olyan jövedelmező, hogy meg tudja engedni azt, hogy egy 5-10 ezer eurós fizetéssel bíró, legálisan leadózott jövedelmű menedzsmentet tudjon alkalmazni. És visszatérve az utódlás kérdésére, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal összetettebb, komplexebb probléma, mint hogy arról legyen szó, hogy lusta-e a gyerek, vagy nem, akar-e foglalkozni ezzel, vagy nem. Zongora művésznek tanult, mikor a papának hegesztő műhelye volt, tehát ez egy összetettebb kérdés, amivel összetettebben is kell foglalkozni. A legutolsó eset az, hogy akkor adják el a céget, adják el a családi vállalkozást. Ez azon túl, hogy érzelmileg is nyilván mindenkit érint, ez a legkevesebb. Mert a legfontosabb kérdés itt akkor az lesz, hogy na de mennyiért? Egy másik megoldás a tőzsdére vitel, egy harmadik a bizalmi vagyonkezelésbe helyezés, tehát számos megoldás van, tehát minden családi cég a saját jövedelmi és vagyoni szintjén kell, hogy gondolkozzon, és kell, hogy megoldja a problémáit. Miért is nehéz értékesíteni egy céget részben vagy egészben? Hát ugye mi, akik évtizedek óta csináljuk a céget, biztosak vagyunk, hogy mi tudjuk a legjobban, hogy mennyit ér a cégünk. Ez közel sem biztos, hogy így van, tehát fel kell értékeltetnünk a cégeinket. Egy bank mindenképpen egy hiteles audit után tudja csak azt mondani ennek a cégnek, akár a vásárlására, akár a továbbfejlesztésére hitelt tudjon adni. Ugye az audit meg fogja állapítani azt, hogy a cég piacképtelen. Piacképtelen azért, mert a családi magánvagyon teljesen összekeveredik a családi vállalati vagyonnal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy példát is mondjak erre, hogy a család a saját ingatlanába vitte be, a garázsba kezdte a munkát, a műhelyt odaépítette a családi házhoz, vagy az irodáját a saját építményébe, a saját magánvagyonába tette bele egyik oldalról, másik oldalról pedig hát a cég autójával jár nyilván hétvégén a család, nem is egyen, hanem akár többel. Ez persze lehet teljesen szabályosan megfizetve a magánhasználati adót, de amikor eladom a cégemet, akkor bizony nem szeretném azt, hogy ki kelljen szállnom az autómból, a lányomnak a lakásába, amiben az irodát működtetjük évtizedek óta, ugye innentől kezdve most már vállalati vagyonként elvigye valaki más, amit egyébként a leadozott pénzükből magánvagyonként kezeltünk. Hát ez jó kis keveredés valóban. Na most ennek a keveredésnek mindenképpen költsége van, hogy letisztuljon. Mennyit kérnek az auditorok egy ilyen családi vállalkozásnál, hogy kibogozzák a szálakat? Ez biztos, hogy millió forintos nagyságrendű tétel, hogy valószínűleg több millió. Hát én azt javaslom a kormányzatnak, hogy biztosítson forrásokat, normatív, pályázati forrásokat arra a célra, hogy fel tudjuk értékeltetni a családi céget. Na most miért finanszírozza meg ezt a kormány? Hát azt mondja, hogy hát ez tényleg igazán mégis csak a vállalkozás ügye. Hát ez azért nem csak a vállalkozás érdeke, hanem nemzetgazdasági érdek, mert ezek a vállalkozások
vállalkozások egyébként nem operációval túlélik majd a generációváltás, az utódlás problematikáját, és ezáltal megmaradnak adófizető, munkahelyteremtő, munkahely megtartó cégnek, hanem boncolás lesz belőle, és a cégeknek a feldarabolásából szerzi meg a család azt a vagyont, amit az elmúlt évtizedek alatt megpróbált összerakni. Tehát ezért ez nem csak egyéni érdek, hanem ez egyértelműen nemzetgazdasági érdek. És esetleg kezdeményezték már a döntéshozóknál azt, hogy ilyen irányú segítségre lenne szüksége ennek a gazdasági szférának, a családi vállalkozásoknak? Évek óta ezen dolgozunk, és az online térbe konferenciákat, workshopokat szervezünk, meghallgatjuk a családi vállalkozások véleményét, közöljük a javaslatainkat, és igyekszünk elmondani a véleményünket. A műsor elején szó volt arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank elindítja azt a fajta tőkeprogramot, amelyben azokat a cégeket szeretnék megtámogatni, amelyek utódlási gondokkal küzdő családi vállalkozásokat vásárolnák fel. Ön hogy látja, segít ez? Hát én örömmel találkoztam az MFB-nek ezzel a generációváltást elősegítő tőkeprogramjával. Ha ez csak a minket felvásárló cégeknek a forrásbiztosítását jelentené, akkor nem örülnék. Én bízom benne, hogy ez a mi management buyout, tehát a management, az alkalmazottak cégfelvásárlási lehetőségeit támogatja. Bízom benne, hogy a családon belüli felvásárlást is lehetővé teszi, tehát nem okvetlenül arról lesz szó, és nagyon bízom benne, hogy így lesz, hogy a kicsiket a nagy halak most majd fel tudják vásárolni, és ez a nagy halak, akár külföldiek, akár belföldiek forrást kapnak azért, hogy a kicsiket meg tudják enni. Ez itt a Felfedező a gazdaságról. Több mint 200 ezer projekt és megvalósítója részesült Európai Uniós támogatásban az elmúlt 15 évben, mióta Magyarország tagja az Európai Uniónak. A támogatások lefedik a gazdaság minden szegmensét, de a legjelentősebbek talán az infrastrukturális beruházások. A minap az Európai Bizottság magyarországi képviseletének sajtótájékoztatóján nem csak összegezték az adatokat, de két olyan vendéget is hívtak, akik már kaptak uniós támogatást. Egyikük Fekete Zsóka, egyéni vállalkozó, akinek Hajdúböszörményben van mangalica farmja. 2012-ben indult a vállalkozásomnak mangalicával. 20 kocával kezdtem a tenyészetet, és most már több mint 60 anyakocám van, és ennek a szaporulatát én fel is dolgozom, és itt helyben Budapesten értékesítem a termékeket. Nagy szerencsém, hogy édesanyám pályázatírással foglalkozik, és édesanyám segítségével írtuk meg ezt a fiatal gazda pályázatot. 2010-ben nyertem el ezt a támogatást, és 2012-től kezdtem el megvalósítani. Nyilván előtte is már földeket vásároltam saját névre, és utána nekem ez a vállalkozási forma 12-ben forrta ki magát. Mihez kellett az uniós támogatás? Állatok vásárlásához, és nyilván a földek megvásárlásához is. Ez visszatérítendő, vagy visszanemtérítendő támogatás volt? Visszanemtérítendő támogatás volt, és ezáltal így könnyebbség volt nekem az elindulás. A fiatal gazda támogatás, ezt tudni kell, hogy 40 ezer eurós támogatást jelent, és 10-12 millió forint. Nem nagy pénz, de egy elindulásnak nagyon jó. Tudni kell az, hogy nyilván a család előtte foglalkozott mezőgazdasággal, meg foglalkozunk folyamatosan mezőgazdasággal, és nyilván azért szülői segítséggel tudtam elindulni. Most is ezt csinálom, és nem bántam meg, hogy ezt választottam. Egy fiatal lány mangalica tenyésztéssel foglalkozik. Lehet, hogy a lányok ma nem erről álmodnak. Hogy tudnánk őket bátorítani? Igen, igazából nem is az, hogy mangalica tenyésztéssel foglalkozzanak a fiatal lányok, hanem hogy nagyon sokan ugye tudjuk, hogy kimennek külföldre, és külföldön akarják megvalósítani az álmaikat is. Ez Magyarországon is megvalósítható, akár támogatás segítségével, akár elhivatottság, szorgalom és kitartás segítségével, ugyanezt meg lehet valósítani itthon is. Hogy látja, hogy az ön generációja mennyiben keresi, és mennyiben találja meg a boldogulását a mezőgazdaságban? Egyre nehezebben, inkább az, hogy a szülői háttér már nincs meg, és nincs az a örökölődő tradíció, amit látnak a fiatalok, és azáltal inkább nagyvárosokba vonulnak a külföldre, és ott talán a hagyományt nem látják, a vidékről menekülnek a fiatalok, és egy kicsit ezt a vidékre való visszajövetelt kellene támogatni. Én is ezt propagálom egy kicsit az iskolákban, ha elhívnak előadást tartok, hogy igen, meg lehet vidéken is találni az álmunkat. Mi az, amit nagyon lehet szeretni ebben a munkában? Nyilván, hogy a magam ura vagyok, és magam irányítom az egész vállalkozást. Természetközeliség nyilván ez is, én nem tudok egy helyben ülni, és az irodában számítógépet pötyögni. A másik, hogy én termékgyártással is foglalkozok, és mivel minőségi takarmányt etetek az állatokkal, minőségi húst és minőségi terméket adok a vásárlóknak a termékeimből, és
nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, és igazából ez a dörömet a nehéz hétköznapokban is, és ez motivál, hogy minél jobbat, minél minőségibb árut vigyek a piacra. Szeretném bemutatni Kovács Ákost, ügyvezető igazgatót, a Szolnoki Reptár repülőmúzeum vezetőjét. Önök is uniós támogatást is kaptak. Mi az önök története? Igen, a mi történetünk 2013-ig megy vissza, és 12-ig akkor készült el egy olyan tanulmány Szolnok városánál, hogy milyen olyan turisztikai attrakciót tudunk létrehozni a városba, ami beváltja azokat a reményeket, hogy rengeteg látogatót vonz a városba. 2015 év végére készült el a Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum, amely 2016. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy vidéki múzeumként éves szinten közel 80 ezer látogatót tud a múzeum felmutatni, és ennek jelentős része, több mint 95%-a az a város határain kívülről érkezik. Budapest vidéki, illetve rengeteg nemzetközi látogatónk is van. Nagyon sok minden valósult meg azáltal, hogy ez a beruházás létrejött. Egyrészt egy komplett városrész rehabilitálódott, mert egy olyan környéken épült ez a beruházás, ami előtt egy elég elhagyatott környék volt. Nagyon sok műemléki épületet mentett meg, hiszen a régi Ószolnok vasútállomásnak a területén jött létre a múzeum, és három műemlékvédelmi épület menekült meg, illetve beszélhetünk a gyűjteményről, amit ott bemutatunk. Az mind-mind a projektnek köszönhetően egy gyűjteménymentő akció volt. Rengeteg kiállított eszköz került bemutatóképes állapotba, amely valószínűleg, hogyha nincs a projekt, ha nincs ez a támogatás, akkor bizony az idő vasfoga az elemészti. Ugye létrehozni egy múzeumot támogatással, az is egy nagyon nagy dolog, de utána jön a kérdés, hogy fenn is kell tartani, hogy ezt már meg tudják-e oldani önerőből? Saját erőből nagyon kevés múzeum tud a világon fennmaradni, üzemelni, viszont mivel funkciójában nem csak mint múzeum használjuk az intézményt, hanem mint rendezvényhelyszín, konferenciahelyszín, nagyon sok olyan eseményünk, rendezvényünk van, amely nem közvetlenül a repülés történethez kapcsolódik, viszont rengeteg látogatót vonz. Ezekből az eseményekből befolyó összeget mind ugye visszaforgatjuk. Nyilván az önkormányzati támogatás szükséges hozzá, de azt gondolom, hogy amilyen mérték az önkormányzati hozzájárulás, amellett, hogy mennyit tud a repülőmúzeum kitermelni, az csekély, és én hiszem azt, hogy vagy úgy gondolom, hogy valamennyi város simán elfogadná azt, hogy ennyi hozzájárulással egy ilyen turisztikai vonzerőt tud üzemeltetni a városába. Zubko Gábor az Európai Bizottság Magyarország irodájának vezetője. Vele a 15 éves számvetést egy kis visszaemlékezéssel kezdjük. 15 évvel ezelőtt, akkor én Magyarország nagykövete voltam Finnországban, akkor húztuk fel az uniós lobogót a magyar nagykövetség előtt, itt végig kísértem ezt a jelenséget. Biztos, hogy volt, aki azt gondolta, hogy azzal, hogy csatlakoztunk, azonnal itt nyugati életszínvonal lesz, és az csatlakozhatott ebben, hiszen ez egy lassabb folyamat, de azt gondolom, hogy ha jól kihasználjuk az ebből adó lehetőségeket, akkor fokozatosan, hosszú távon, jó befektetés politikával, az uniós források hatékony felhasználásával egy fokozatos felzárkózás az realitás az uniós átlaghoz. Tudott a Magyarország élni azokkal a lehetőségekkel, amit aztán az unió nyújtott? Most már ugye ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy tudott élni, biztos, hogy lehetne hatékonyabban is felhasználni ezeket a forrásokat. Mindenki tud olyan példát mondani, ahol az uniós forrás nem feltétlenül a legjobb beruházásba került befektetésre. Azt gondolom, hogy a következő időszakban, ahol esetleg valamivel kevesebb kohéziós forrás áll rendelkezésre, nagyon fontos, hogy hatékonyan és jól használjuk fel ezeket, valóban a működő gazdaságba kerüljenek, és minimálisra csökkentsük azokat a tévedéseket, ami során nem működő, veszteségesnek bizonyuló beruházások kerültek megvalósításra. Ugye 15 év ez több fejlesztési szakaszt fog át. Most mégis arra kérem, hogy nézzük egybe, ne bontsuk meg ezt a szakaszokra, még akkor is, hogyha ez a második fejlesztési ciklus, az csak 2020-ban jár le, ugye? Tehát lesz még benne beruházás, de amit most 2019 januárjában elmondhatunk, és majd amit talán még 2019 májusában is az ünnepségkor elmondhatunk, és akkor most jöhetnek a számok, gondolom, hogy van azért, ami látványos, van, ami kevésbé. Valóban, és igaz,
igaza is van abban, hogy nem biztos, hogy itt most számokkal tűzi játékot kell folytatnunk, hiszen mindenki az egyéni életéből tudja megítélni, hogy ebben az időszakban sok esetben uniós támogatása kiépülhetett Magyarország autópálya hálózata, 2500 kilométer közút került felújításra, több mint 500 kilométer építéséhez járult hozzá az unió, több mint 500 000 ember kapcsolódhatott szennyvízhálózathoz, és legalább 150 ezer munkahely jött létre az uniós támogatásoknak köszönhetően, azon túl, ami egyébként az egységes piacból következő munkahelyeket jelenti, de átképzési programokban is 170 ezernél többen vettek részt, hogy minél jobban el tudjanak helyezkedni, és 200 ezernél több magyar állampolgár vett részt oktatási csereprogramokban, Erasmus programokban. Ezek óriási számok. Láthatjuk azt is, hogyha járjuk az országot, kevés az olyan egészségügyi intézmény, óvoda, bölcsöde, ahol uniós támogatásból nem volt valamilyen korszerűsítés. Oktatási intézmények mellett egészségügyi intézmények is tehát így módon bekapcsolódhattak ebbe az uniós támogatási forrásrendszerbe. Ez mindegyiknek, mindennek ez volt a célja, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon, befektetésektők számára vonzóbbá váljon, és a következő időszakban is azt gondolom, hogy ennek kell lenni a fókusznak, hiszen csak így valósulhat az meg, hogy fokozatosan felzárkózzunk az uniós átlaghoz. Van-e önnek arról adata, hogy Magyarország gazdasági növekedéséhez, ugye a bruttóhazai termékhez, önmagában a tagság esetleg mennyit tett hozzá az elmúlt évek során? Ketté kell bontani, hogy az egységes piacból mi származok, és a különböző támogatásoknak köszönhetően mennyiben járultak hozzá a GDP növekedéshez. Ez utóbbi, ami valószínűleg a kisebb, ott én láttam elemzést 2-3% közötti összege, hogy ennyivel járult hozzá a GDP növekedéséhez, de ezek mind külső szakértőknek az elemzései, tehát nem az Európai Bizottság saját elemzése, de készséggel természetesen elhiszem, hogy ez így történt. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelentős mértékben járult hozzá az uniós tagság és az uniós tagságból adódó különböző támogatási forrásoknak, a kohéziós és egyéb forrásoknak a felhasználása Magyarországon. A következő 15 évben mondjuk akkor nézzük ezt a dimenziót. Az uniós pénzeknél mit kell jobban csinálni, hogy látja? Nem feladatom egyébként, hogy én adjak tanácsot tagállami kormányzatoknak. Azt gondolom, hogy a kormányzatok jól látják, hogy nem minden forrás is abban a mértékben áll majd rendelkezésre, mint korábbiakban. Hát ezért fontos a kérdés, igaz? Tehát a következő 2021-ben kezdődő 7 éves költségvetési időszakban több kívással is kell, hogy szembesüljünk. Az egyik abból származik, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az uniót, tehát forrás oldalon is fellép egy kihívás. Ez új kihívásokkal is meg kell küzdeni Európának, legyen az a migráció megelőzése, a belső biztonság növelése, egy hatékonyabb kutatási és fejlesztési politika, közös védelmi politika, mert egyetértés van a tagországok között, hogy erre költeni kell a költségvetésből. Tehát egyrészt van egy bevételi oldalon van egy kihívás, másrészt pedig van a kiadási oldalon több cél is. Ebből következően valamivel kevesebb juthat majd agrár és kohéziós támogatásokra. Pont ezért fontos, hogy hatékonyan használjuk fel ezeket, ami azt jelenti, hogy a működő gazdaságba kerüljen. Azt gondolom, hogy erre megvan a szándék a magyar kormányzat részéről is, hogy valóban a termelékenység javítására, egy termelékenységi forradalomnak a végrehajtására fordítsák ezeket a forrásokat. De azt lehet-e már tudni, hogy körülbelül mennyivel kevesebb lesz ez a szétosztható pénz, vagy esetleg ami Magyarország számára jut, illetve hogy esetleg az Európai Parlament a jogállamisághoz kötni az uniós támogatások kifizetését a jövőben. Ez most hol tart ez az elképzelés? Nagyjából már lehet tudni, hogy mi van a javaslatban. Tehát a következő 7 éves költségvetési keret most kerül megvitatásra, jelenleg folyik ennek a vitája. Magyarország nem ért egyet a jelenlegi formájában a tervezettel, és a mostani tervek szerint valamikor ősszel kerülhet majd elfogadás, az nyilvánvalóan a tagországok teljes egyetértése szükséges, és a parlament jóváhagyása is. Jelen esetben az Európai Parlamentnek akkor már az új megválasztott Európai Parlament fog dönteni. Úgyhogy, ahogy említettem, mind forrás oldalon, mind kiadási oldalon van kihívás, és Magyarország továbbra is az egyik legnagyobb nyertese lenne ennek a költségvetésnek, de így is kohéziós oldalon olyan 23-24%-os csökkenéssel kellene szembenézni. Ez még nem végleges szám, ehhez
említettem a korábbi kérdésére válaszolva azt, hogy azt gondolom, hogy ha jól használjuk fel ezeket a forrásokat, akkor akár akkora kedvező hatást is elérhet, mint a korábbi időszakokban. Másrészt nem változik érdemben, tehát hogyha föl tudunk zárkozni versenyképességbe, akkor ugyanúgy tudjuk hasznosítani. Viszont a másik kérdés, hogyan értelmezzük akkor azt a történést, hogy az Európai Unió esetleg a jogállamisághoz kötni az uniós támogatások kifizetését, és csak egy mondattal említem meg, hogy ugye Szijjártó Péter külügyminiszter reagálva erre azt mondta, hogy nem tart attól, hogy az uniós pénzek elvesznének. Igazából arról van szó a javaslatban, nem szabad összekeverni a hetes cikke szerinti jogállamisági folyamattal. Itt arról van szó, hogy ez költségvetési pénz, ez az adófizetők pénze. Mindannyiunk érdeke, hogy jól kerüljön felhasználásra, ráadásul a költségvetés végrehajtásáért az Európai Bizottság felel, a parlament felé, a költségvetési hatóságok felé, a tagállamok felé, miközben a kifizetések egy jelentős része tagállami hatóságokon keresztül történik. Ezért rendkívül fontos, hogy a tagállami hatóságok egy hatékony, átlátható formában használják fel ezeket a pénzeket, és fellépjenek a szabálytalanságok ellen. Ez erről szól, hogy a tagországok felé is jelezze, hogy ez egy feltétel, hogy az uniós források hatékony felhasználása érdekében olyan átlátható procedúrákat kell létrehozni, amelyek biztosítják, hogy jó helyre kerülnek ezek a források, és minél kevesebb legyen a veszteség. És a szabálytalanság ellen pedig hatékonyan fellépnek. Erről szólna ez a javaslat, ahol ez nem történik meg, ott léphetnének le az uniós intézmények, elsősorban a bizottság, de akkor is természetesen a tagállamoknak, tehát a tanácsnak lenne egy végső szava. Kedves hallgatóink, már ez volt a Felfedező a gazdaságról. Munkatársak voltak Király Zsolt, Maksai Helga, Szőlős Éva. Nevükben is köszöni a figyelmet a szerkesztőműsorvezető Szent Gál Edit. Viszont hallásra!